A közel 1000 négyzetméteres üzemcsarnok az Új Széchenyi Terv segítségével épült meg, alig több mint fél év alatt. A csarnok ugyan még üres, de pár hónap múlva több nagyméretű munkagéppel kezdődik majd meg itt a munka. A 93-ban alapított Kántor Mechanika Kft. Nagyvállalatok gyártórendszereihez készít alkatrészeket és szerszámokat, szinte valamennyi multinacionális cég számára. A családi vállalkozás alapítása óta mindvégig sikeres és nyereséges tudott maradni. A mostani beruházás összesen 165 millió forintba került, ennek felét uniós támogatásból finanszírozta a cég. A fejlesztésre 13 munkahelyet tudnak majd megtartani, és további 5 újat létrehozni. A piac kihívásai olyan irányba mutatnak, hogy a nagyobb méretű alkatrészek, szerszámok gyártására is igény van, ezért ezt már tudatosan úgy terveztük ezt az épületet, hogy egy hatalmas 10 tonnás daru is legyen bent, mert ezzel a daruval már nagy megmunkáló központokat is ki lehet szolgálni. Ez az új létesítmény munkahelyeket fog megtartani. Mint a megnyitó ünnepségen mondott köszöntőjében, Radecki Enő nemzetgazdasági miniszteri biztos hangsúlyozta, egy valódi sikertörténet a Kántor Mechanika Kft.-jé. Sok hasonló fejlesztésre van még szükség az országban. A családi vállalkozás befektetésének minden olyan jellemzője megvan, melyek ma a magyar gazdaság beindításához szükségesek. Ez egy termelő beruházás. Ez egy magyar KKV-nek a beruházása. Ez munkahelyeket tart meg és munkahelyeket teremt. Olyan tevékenységet folytat majd ebben a létesítményben, és egyébként a cég is, amelyik nem kereskedelmi vagy pénzügyi szolgáltató, hanem igazi ipari létesítmény. Sőt, mi több olyan beszállítók, olyan cégeknek szállít be, akik a magyar exportban rendkívül érdekeltek. A most átadott csarnokban egyébként nagyméretű alkatrészeket és szerszámokat gyártanak majd a jövőben. CNC esztergályosoknak és gépipari szakembereknek biztosítanak majd itt munkát.